A hétvégén 4 helyszínen megkezdődtek az idei Benu férfi vízilabda magyar kupa küzdelmei. A budapesti Honvéd csapata 9 hét felkészülés után Tatabányán szállhatott medencébe, ahol az első körben a több válogatott játékossal megerősített Vasas volt az új vezetőedző Szívós Márton által irányított oroszlánosok ellenfele. Az első kétnegyed nagy küzdelmet hozott. A Honvéd helyenként látványos játékkal lepte meg a Vad Lajos által irányított Vasast. Az egyik új igazolásunk Dekker Ádám látványos találatával megszerezte a piros-fehérek első gólját az idei Magyar Kupa kiírásban, majd a félidőt jelző Ludaszó előtt Sima Roland szép találatával 4-3-mal fordulhattak a csapatok a második felvonásra. Így Szívós Márton elégedett lehetett fiai teljesítményével. A harmadik negyed is jól kezdődött, Peking olimpiai bajnoka Hosnyánszki Norbert büntetőből megszerezte első találatát a Honvéd színeiben. Ezzel egál volt az állás. Ám sajnos ezután több figyelmetlenségnek köszönhetően egy 5-0-ás szériát produkált a fehér sapkában játszó Vasas, 9-4-re módosítva a meccs állását. A negyedik negyedben sikerült ismét koncentrált teljesítményt nyújtanunk. Gólt nem kaptunk, viszont Dekker Ádám és Ekler Bendegúz révén kétszer is eredményesek voltunk. Így csapatunk ugyan 9-6-os vereséget szenvedett a bajnok aspiráns fővárosiaktól, ám a meccsen debütáló új vezetőedzőnk sok pozitívumot látott csapata játékában. Igazság szerint azt gondolom, hogy nyilván a vereségnek nem örülünk, mert soha nem jó kikapni, de ettől függetlenül láttam nagyon sok pozitívumot, amiből érdemes, amit érdemes felhasználnunk, és ami engem optimistává tesz. Nyilván voltak hibák, természetes, de ezek a hibák inkább figyelmetlenségekből adódtak, azokat meg könnyebb szerintem kijavítani. Rutinos bekkünk Sima Roland is nyilatkozott stábunknak a mérkőzésről. Az elmúlt 9 hétben azért beletettük a melót, és az első két negyedben ez nagyon jól megmutatkozott, hogy azt hiszem, hogy 4-3-mal fordultunk. A harmadik negyedben jött egy kis rövid zállat, néhány perc meg nem értés, de tulajdonképpen ez azért van, mert formálódó csapat vagyunk, semmi gond nincsen ezzel. A negyedik negyedre szerencsére visszatért újra a jó védekezés, a pontosabb befejezés elől. Erővel jól bírtuk, bizakodó vagyok, láttam szép és jó jeleket. Ma két meccs vár ránk, előbb az Eger, majd délután a házigazda Tatabány ellen ugranak medencébe az oroszlánosok. Mindent bele, srácok!